Jó reggelt! Beszélgessünk? Arra már tudja, hogy telefonommal fog dumálni, ilyenkor bemegy aludni. Szóval, eszembe jutott, úgy általánosságban, hát nyilván sok minden, de most például, ami úgy különösebben szöget ütött a fejembe, ugye az elvállásokról már csomószor beszéltem, de arról még talán annyira nem, hogy miket várunk el saját magunktól. Hát miket várunk el saját magunktól? Hogy egészségesek legyünk, megfelelő körülmények között éljünk, és boldogok legyünk. Hát ez eddig oké, ez eddig mindenkinek megvan ez a három gondolat, gondolom. De akkor kérdezzük meg, mit teszünk érte? Mit teszünk az egészségünkért, mit teszünk a körülményeinkért, hogy élhetőek legyenek, és mit teszünk a boldogságunkért. Az első kettő talán, ami nagyon-nagyon kötődik az anyagi világhoz, de a harmadik az nem. Mindjárt kifejtem bővebben. Valószínűleg azért az én korosztályom bizonyosan, de szerintem a többi is hallotta ezt a régi mondást. Minden nap egy alma, és az orvosnak alma. Mennyi almát tettetek az elmúlt héten, vagy hónapban? Hát én egyesen, amúgy megmondom őszintén. Rengeteg almám van, a nyuszik nagyon szeretik. De én nem teszek. Egy csomó mindent megtehetnénk az egészségünkért, mert épp testben, épp lélek. De a mostani világban mit értünk az alatt, hogy egészség? Egészségesen táplálkozni, magyarul csak műanyag szalkajákat enni, meg műanyag porokat enni. Vitaminokat fogyasztani, de nem almát meg gyümölcsöt, hanem szintetikus szarokat. Nyilván nagy üzlet az egészség, mert hát jobban fél az ember a betegségtől, mint egy háborútól, mert egy háborút nem tart annyira reálisnak a mai világban, Magyarországon, vagy Angliában, vagy bárhol egy ember, mint az, hogy beteg lesz, annak érzi a súlyát saját magán. És mit tesz azért, hogy ez ne így legyen, vagy ha már így van, akkor hogyan kezelheti? Elmegyünk orvoshoz. Szerintem ezt is megint sokan tudják, hogy az orvosok minden évben komoly utazási lehetőségekhez jutnak gyógyszeripar és a gyógyszergyártók által. Szerintem ez nyílt titok, vagy nem is titok. És érdekelté van téve minden orvos abba, hát ha le van szerződve, akkor főleg, de amúgy is, tehát hogy minél több gyógyszert ír föl, annál nagyobb a prémium. És a gyógyszerekkel annál betegebbé tesznek minket, ezért még több gyógyszer kell. Tehát borzasztóan célszerű nem orvoshoz menni. Hát de nagyon fáj, meg hát én ezt hogy képzelem, meg egyáltalán mi. Nézzük meg, hogy miért vagyunk betegek. Megint nem kezdek el belemenni, korábbi videókban elmondtam, hogy milyen százalékban tudok arról, hogy pszichoszomatikus, lelki eredetű betegségeink vannak elsődlegesen, és mellesleg elüt a villamos. Ami megint egy karmikus dolog. Ha ki tudnánk szakadni az anyagi világból, ha ki tudnánk szabadulni abból a békjóból, ami körülvesz minket, abból a kamu biztonságból, és abból a kamu stabilitásból, hogy eljárunk dolgozni, fizetést kapunk érte, és mindent ki tudunk fizetni, és mindent meg tudunk venni. Lehetséges, hogy egy csomó dolog okafogyottá válna, vagy értelmét veszíteni. Mert ha például az ember vidéken él, és ugye kapál, vagy állatokat tart, vagy növényeket termeszt,
dolgozik. De nem úgy dolgozik, mint aki elmegy 8 órát, vagy 10 órát ledolgozik, és akkor fizetés kap érte, hanem többé-kevésbé örömmel teszi. Benne vagyok vidéki csoportban, nagyon szeretem azt a csoportot, meg is mondom a nevét, Vidéken Bénázók egyébként az a neve. És nagyon sokszor örömmel számolnak be Csikó születése, Borjú születése, az őzek rohangálása az erdőbe. Csupa olyan dologról számolnak be, nem mint általában úgymond a városi csoportok, megvettem az új Porsét, meg megvettem az új nem tudom mit, valami szart. Mindig megvesznek valamit, és akkor azt kiposztolják. Beültem egy étterembe, megint láttam egy ilyen képet. Ekkora tányéron, mint a pólóm, egy ekkora kaja. De egy ekkora tányéron, geci. Bocsánat, elnés perba. Hát ez hülye hangzik, nem? Meg ezek a Facebook fotók is. Erről is beszéltem az elmúlt videóban. Mindegy csak akkor történt meg, ha fenn van a Facebookon. Vagy fenn van az interneten, vagy valahol. Egy csomó olyan élményt nem lehet megosztani, vagy átadni így telefonon, amit az ember él meg. Például ez a kirándulás múltkor a barátomnál, amit egyébként hát igazából nem is engedte, megkért, hogy ne videózzak. De hát az valami hihetetlen. Így mászol hegyet, völgyet, mindent, mire egyszer csak odaérsz egy ilyen természet által. Ugye olyasmi vízgyűjtő, mint az én barlangom, csak sokkal nagyobb. Meg nincs teteje. Tehát ott tényleg is, ahogy van ez a mélyedés, és a mélyedésen belülre lett kiválva egy barlang. Nem a barátom válta ki, tehát ő ezt már így találta, de az emberi kéz által lett kiválva, és oda van betéve matrac, meg be van ásva egyébként egy ilyen tűzrakóhely, meg szóval hihetetlen minimalista, de valami fantasztikus, fantasztikus. Majd, ha egyszer megengedi, hogy csinálok a képeket, de nem, mindegy, tehát nem. Ezt látni, meg esetleg megnézni telefonon, nem ugyanolyan. És megint az elvárás, tehát mit várnak azok, akik föltesznek képeket autókról, házakról, bútorokról, jó csajokról? Hogy irigyeljék őket? Mit várunk el attól, hogy képeket posztolunk? Én egyébként sokszor gondolkodtam, hogy ilyen videókat, ilyen beszélgetés videókat lent az óceánparton, vagy bárhol csinálok. Ugye, hogy szép legyen a környezet. De hát igazából nekem ennél szebb környezet nem kell. Tök jó, elégedett vagyok vele. Meg itt nem fúj a szél. Most sajnos egyáltalán nem fúj a szél megint, ezért nagyon sok légy van, ezt mindig elmondom. Nagy harc ezek a rohadt legyek. Nagyon-nagyon nagy harc. Elvárjuk magunktól, mit várunk el magunktól? Hát, hogy megteremtsük a megfelelő környezetet. De mi a megfelelő környezet? Normális esetben az ember addig kéne, hogy otthon legyen, amíg ugye alszik, eszik, szaporodik. És a többi időt lehetőség szerint a szabadban tölteni, vagy ilyesmi. De mi megteremtjük a lehetőségét annak, hogy egy kényelmes fotelból mondjuk tévét nézzünk. Mert az micsoda élmény. Hát én ilyenkor mindig úgy megkérdezem, hogy lett már valaki boldog ember azért, mert tévét nézhetett? Örülni örülhetett, végigizgulhatott egy filmet, végigsírhatott egy romantikus kalandot, vagy mit tudom én, egy Oroszlán király, egy akármi, egy Titanic, tök mindegy, egy jó film, persze, szuper. De az csak jó. És mivel abban a pillanatban véget ér maga az élmény, hogy vége a filmnek, mit csinál? Még, és leragad a tévé előtt.
két dolognak adott, ugye a körülményeit elviselhetővé tette saját maga számára, de nem adott az egészségének, és nem adott a boldog életnek semmit. Kimész a természetbe, és mit tudom, madarakat látsz, gyíkokat látsz, kutyát, macskát, akármit. Vagy csak például a sivatagból a semmi közepén kinőni egy virágot, vagy például megszól a zene az iskola rádióba. Ezek feltöltenek. És mivel a lelkedet örömmel töltik meg, eleve adtál a boldogságnak, és adtál az egészségnek is. Körülmények? Milyen körülményekre van valójában szükségünk? Hát legyen egy kényelmes ágyunk, ez egyébként alap nálam is, tehát akárhol is laktam, mindig az volt az első, beszereztem egy nagyon jó matracot, aztán lehetőség szerint az ugye föl legyen emelve, hogy ne a földre kelljen lehuppanni, stb. Stb. De ez egyszer megcsinálod és kész, és akkor megvan. Tehát nem akarok még nagyobb ágyat, vagy még szebbet, vagy még nem tudom mibet. Legyen egy jó takaró, mert azért 20 fok, az már nagyon hideg. Tehát tegnap is 20 fok volt éjszaka, hát be kell takarózni. Legyen egy jó takaród. De ennyi. Legyen kajád. De milyen kajád legyen? Hát a legjobb az, amit te termelsz meg, mert abban nincsen semmi vegyszer nyilván, vagy hát ha magadat vegyszerezed, akkor hülye vagy, de hát csináljad. Mm.